legszebb álmod. Ha valóra váltod, minden úgy lesz szép. Gyere, szeress még, szeress még. Gyere, szeress még, 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 még. Nem tudom, merre menjünk el. Ez most már Pest? Budapest. Nem billak, ne haragudj, nekem sincsen pénzem, ne haragudjál be. Helyzémel, ne. Mert pont egy százas kell. Jó van, testvére, ne izémel, nincsen már pénzem, ne. Nekünk is kell a gépbe, szevasz. Ezt kell, jó Isten áldom. Add ide az ötvenest. Jó Isten áldom. Ne. Isten áldom. Az van írva a vonatjegy, vagy vonaljegy. Aha. Vissza a zsaba. Vonaljegy, ó. Ez kell, vagy gyűjtőjegy? Vonaljegy. Hány darab? Kosár. Szóval, de... Te ez el van rontva be, Na most akkor hogy lesz így jegyünk, he? Na most adjam oda a pénzt, hogyha nem adja vissza, akkor mi lesz? De ne úgy betenszelsen, hát így, így. Hogy? Így, és ide most, most nyomd a pénzt. Most kereljen be? Tátok. Ja, most kerálsz be ide. Igen? Úgy. De várjál, de mi... Aha. Ne, engedd be, hagyd szívja be a pénzt, szívja. Hogy? De az anyám úristen, itt elvette a pénzt, te! Még 550-et kérek. Még 50 forintot? Nem, még 500. Még 550-et? Hé, mennyibe kerül, he? Még, és a többi kragzáltás. Ja, nem, te tartottam, erre gyere, itt kell venni. Még az életben nem láttam ilyet, he? Sik fogja adni a jegyet, cigány. Tényleg? Ja. Ma, hát most hogy? Várjál. Automata rendszer cigány. Mi ez, automata? Ja. Azt úgy hívják, cigány, hogy automata. Ja. Egy, kettő, három darab. A jó Isten áldja meg, testvérem. Titeket áldjon meg, testvérem, előre. De nagyon kedves vagy, köszönöm. Labad vonat, hozz vissza nekem, megszakad a szívem, ha nincs mellettem. Szerettem nagyon, ő az én angyalom. Egy szó nélkül levelet írva, törött szívem, hagytál engem. Még most sem értem, kérdések bennem, merre, hol lent, most kedvesem. Ezt te írtad? Hát... Igen, mert egy nővel utaztam a vonaton, és pont ez jutott eszembe. Így esett le. Így jött ez a zene. Bandi, már régóta mondom, hogy kéne csinálni valamit. Bandát, együttes. Hát jó lenne, meg már én régóta zenélek, és már ezzel már kezdeni kéne valamit, be kéne futni. Hát, és hogy csináljuk ezt? Jaj, hát... Szar minden amúgy kellett, nagyon, nagyon szar rossz minden. Mert? Hát Viv miatt is, tudod, hogy elköltözött, az már nagyon fúba volt a kapcsolatunk. Kajak olyan... Szeretted mi? Fú, Kajak eddig őt a legjobban. Ugyan azt hittem, hogy ez az igazi. Hát tesó, elfelejted úgyis. Hát bízok benne. Na jó, most szerelmes voltál belé, mindenki szerelmes életében egyszer-kétszer. Hát, de ez az, hogy egyszer-kétszer, most volt az az egyszer. Hát jó, elleszünk itt most, mit tudom én, elboromkodunk, utána majd elfelejted. Az idő minden megold. Bízunk benne. Veled mi a helyzet? Ez a lány megöl. Hát esküszöm, Vani, nem tudom, most már úgy gondolom tényleg, hogy elég lesz belőle.
Mindig csak magára gondol, magáról beszél, érted? A kapcsolatban én nem szerepelek, mint tényező. Csak ez a kapcsolat róla szól. Ez egy egyoldalú kapcsolat lett most már, úgy gondolom. Nem? Hát akkor szállj ki a sztoriból, hogyha nem érzed, hogy... Érted, legutóbb is az volt, hogy el akartam veled menni tanulda után, sörözgetni, meg beszélgetni, meg mit tudom én, azt... A csaj egyből, hogy de akkor nem tudunk ide menni, nem tudunk erre menni, nem tudjuk megcsináltani a körmét, de hát ez engem totál nem érdekel, én csak le akartam menni veled valahova, érted? És ez ja. Már megint egyből elkezdett veszekedni. Próbáltad megbeszélni vele? De ahogy beszéltem. Nem beszélek én vele semmit. Te is tudod, hogy az ilyenekről nem tudok velük beszélni. Legutóbb is Szonyával hogy volt? Messenger megírtam neki, hogy végül. De jó, ebben fejlődtem, de most komolyan. De most várjál, most ahogy nekem elmondtad ezeket a problémákat, amik benned vannak. Elmondod van, aztán ugyanúgy megérti. Mindegy, majd lesz valahogy. Olyan még nem volt, hogy nem volt. De amúgy nem kell túlspilázni, mint a lányok. Menjünk befelé. Szép jó napot kívánok! Jó napot! Hogy vagytok, gyerekek? Rendben minden? Igen. Na, örülök neki, gyerekek. Akarom nektek mondani, hogy sajnos kaptam telefont, mert lesz egy új diákotok, aki ide fog járni az iskolába, és valaki innét a tanodából, két fiú, zaklatta. Csak nem az a lány volt, aki a padon ült. És honnan tudja tanár úr? Telefonáltak a szülők. Na, szerintem csak blöfföl. Igen, tessék. Jönök, szia, drága Lorenza, szia. Szia. Sziasztok. Itt az új osztálytársatok, lányok, fiúk. Na, mutatkozzál be nekiek. Sziasztok, nagy Loretta vagyok. Na, Loretta. Fú, itt lesz a helyet, nézd, csak gyere ide, foglaljál helyet. És akkor itt fogod ülni, jó? Fú, mert azt nem múlt. Nem vagytok éhesek? Éhes vagy már mi? Te se, te egész nap jányom, te éhes vagy? Pizza? Vagy mit adjak nektek? Aha. Bemenjünk oda, esztek valamit? Na gyere, na! Én is délőtt telefonál, ki tudja mennyi pénzünk marad. Éhes a jányom, adjak neki enni hát. Akkor vegyünk egy pizzát a kislányra. Na gyeretek! Gyere, jányom! Egyétek! Még a pizza is. Eljön a pizza, he. Az életemben nem ettem még ilyet. Hallod, mi ez rajta? Nem tudom. Húzza! Finom? Elő! Elő! Meg jó, hogy nem ezt tetted, gyányom. Olyan erős, a szemem kigúvad. Éhes volt-e, mami? Reggel óta nem megyek. Hát te se. Hát, már jó van, de... Te vesz magta, Áli! Melyik költök volt? Melyik bántotta a húgomat? Ki a húgod? Hát a Sári! Mi az, hogy ki ez? Te voltál? Hülye gyerek! Figyelj nekem, ne dumáljál, mondjad meg ki volt. Senki nem bántottam. Kesú! Hé, ember, mi a drága kenyere vered magad? Batogsz itt, mint egy gumilabdát, takarodjál már kifele, bejössz itt, osztozod itt az ész mindenkinek. Dikáz! Pusztulj ki azonnal, te! Pusztulj te innen! Kemény voltam, mi? Úristen, hol kerültem én? Tanár vagy? Most nem keresem itt. Én itt tanulok. És hogy vagy a munkógyász alatt? Persze, mert a hülye havaron csak úgy rám támadt. Ne haragudj. Már megszoktam egy számozáson, miatt bántam. Annyira sajnálom. Ezt már mondtad.
Tehát te kérted valamit? Hát, hogyha eljössz velem egy második randira, akkor talán sikerül kiengesztelődnöm. Balázs, nem lehet, én most már a tanárod vagyok. Csak a tanodában. Az a baj, hogy ez nem csak elkölstelen, de törvénytelen is. És hát különben is, hány éves vagy, ne haragudj? 15. De ez még nem azt jelenti, hogy nem lehet, mert olyan jól el voltunk a múltkor, jól elbeszélgettünk, el voltam. Tudom, én is jól éreztem magam, de ez tényleg benne. De mégis valahogy... Az a baj, hogy én egy kezdő tanár vagyok, és nekem ez az állásomba kerülhet. Egy gyönyörű fiatal lány. Nem, én ezt nem fogok. Hogy nem volt jó. Már nagyon fáj a lábam. Nagyon sokat gyalogolok. Na Dorinám, hova jöttünk? Biztos jó lesz itt nekünk, majd megszokjuk. Már jó lenne kicsit pihenni, igaz? Reméljük, apád megtalálja ezt a családot, aztán pihenünk. Iszunk valamit. Hívjad hát, ha már felveszel. Ki van kapcsolva? Ezt direkt csinálja velünk? Ez ilyen nincs. De látod, hogy van. Igen, de hozhattál volna a szebb helyre is. Kicsim, tudod, hogy mindenféle életet, pénzemet rád költöm. Most komolyan mit képzelsz? Ez nagyon kevés, tiszta putri. Miért nem kérsz a szüleidtől még több pénzt, és akkor mehetünk szebb helyre, és akkor boldog leszek. Na jó, itt álljunk meg, légy szíves. Eddig tudtad, hogy mindent lenyelek, de itt elég. Jó, a szüleimet ne kevert bele, légy szíves. Egyébként is beszélni akartam veled, mert mostanában úgy gondolod, hogy minden körülötted forog. Engem is ugráltatsz, mindenki más, légy szíves, jó lenne, hogyha ezt abba hagynád. És elgondolkoznál egy kicsit. Na nekem most lett elegem, majd keres, hogyha megváltozol, és tényleg mindent megteszel értem, jó? Te bunkó! Én mindenemet neked adom. Most hova mész? Én élni nem tudok, én élni nem tudok. Hogy elveszítlek téged, félek oly nagyon. Egyél már el, egy szándocsot. Nem kell. Dík, ha. A múltkor ér meg, haragszol rá? Igen. Pedig nekem nagyon tetszesz, és meghalok érted. Te megbolondultál, ember? Én tanulni járok ide. Te már aftán azt álmodtam, hogy veled voltam, szerelmes voltál belém, és úgy halljak meg, se csúli, se bátér, egyé már
szendvicset. De mondtam, hogy nem kell. Megkérdezhetem tőled, hogy ismered azt a zenét, hogy veled elmutam az éjjel? Igen, ismerem, és? Mert szerenádot akarok neked. Úristen. Na, ezt figyel, Zsa. Veled elmondtam az éjjel, jaj, de jó volt látni téged, látta magam a szeretük lében. De azt mondtad, hogy mindig velem leszel, ketten nézzük csillagot az egyen, hol vannak ezek az ígéretek? Lép ma már, szeretsz velem, de én mindig ugyanúgy csak várok rád. Egy perc elé. Oh, hálasz ma, basszus. Móricz Zsigmond utca. Erre lesz valam, erre. A ház az az utca. Bocska, ilyet az? Ez az, az. Itt vagyunk. Itt vagyunk? Ez lesz az. Várj egy kicsit. Ez kell. Ezt. Jó napot kívánok. Csókolom. Jó napot kívánok. Az albélet miatt... Mit szeretnének? Csókolom. Az albélet miatt érdeklődünk. Ide küldtek minket, hogy van kiadó albélet, és jöttünk. Megnézni meg. Hát ne haragudjanak, nem erről volt szó, hogy ilyen embereket küldenek. Sajnálom, de már ki van adva. De hogy ilyen embereket küldenek? Most mi ez a probléma? Ne haragudjanak, ki van adva. Köszönjük szépen. Viszontlátás. Na most mit csináljunk, he? Láttad, hogy beszélt velünk? Na, az ember ne legyen ideges ilyenkor. Legutóbb viszi. Na, de ez sós, ez nem jó. A csíris, ez meg túl erős. Na, figyelj már rá, figyelj, mondjuk. Na. Szakítottunk Vanival. Most mondod, mikor elérünk magyikat venni. Komolyan. Lehet. Kanyag fóra? Esküszöm. Kint ültünk, elvittem, és én tudod meg inni, suli után valamit. Azt a csaj, csak én mit tudom, én azt mondja, hogy hova hoztam, milyen helyezdik, mondom, hogy van ezzel. Felállt ember, ott leöntött. Nézek. Mondom, ez mi? Jöttem el, most mit csinálni? Nem tudok valamit csinálni, azóta ne. Hiába hívom, nem veszi fel semmi. Hol van a hagymás tejfős? Abban a percben, amikor megláttalak téged, úgy éreztem, eljött az a lány, kit kerestem. Én tudom jól, ez nem csak egy álom, hisz nálad szebbet nem láttam e világon. Robi, megvan a fajmásod. Gyerünk, tesó, csókolnám az édes szád, s fognám kicsi kezed bár. Nagyon fázok, és nagyon éhes is vagyok. Mi lesz így velünk? Szegény apu és anyu is nagyon fázik, biztos. Így annyira rossz. De jó lenne most egy meleg lakásban lenni, apuékkal.
Jaj, drága jó Istenem! Hová kerültünk? Mi lesz így velünk? Kislány is már betegnek fog esni így az utcákon. Annyira hideg van, meg fog fázni. Drága jó Istenem, segítsél nekünk, találjunk valami kis lakást, ahol meghúzhatjuk magunkat, míg ki nem alakul valami. Jaj! Hát jól megcsináltuk. Ja Istenem, mit tettem a családommal? Az utcán vagyunk, ezt nem hiszem el. Istenem, segíts meg! Nagyon szépen kérlek téged. Segíts meg! Adj nekem olyan lehetőséget, hogy tudjak egy lakást intézni, legalább egy szobát, vagy bármit, ne legyünk az utcán. Nagyon szeretem a lányomat, meg a feleségemet. És most ezt tettem velük. Apu! Éhes vagyok és fázok. Meg kell oldjam. Meg kell oldjam. Tudsz valamit hozni a kislánynak, hogy egyen? Jaj, de miért már nem mandéulám? Jaj, de messzim csórosám! Jaj, de messzi mama csóró, jaj, de csóró tájkorkó. Oh, 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 oh. Jaj, de megyek, abám megyek, jaj, de megyek az a fele. Jaj, de csak nem tudom merre, jaj, de merre van az a. Jaj, de haza, de fel. Jaj, de narov, romjej narov, jaj, de miš to javla je. Je kva. Jaj, de taba sake tane, jaj, de taba smaj ban.